A mostani videóban arról lesz szó, hogy miért ígyunk minden nap citromos vizet vagy limonádét. Szeretettel köszöntök mindenkit! A citromos víz facsart citrom vagy lime levéből, vagy teljes egészében letúrmixolt citromból és vízből áll, illetve adhatunk hozzá kevés stevia cseppet vagy port is, hogy édesebb legyen. A citrom héja, magja és a héján belüli fehér rész 5-ször több tápanyagot tartalmaz, mint a citromlé, ezért célszerű az egész citromot elfogyasztani néha, nem csak a levét. Ha letúrmixoljuk, az egész citrom inkább keserű lesz, mint savanyú, ebből sejthetjük már előre, hogy nagyon jó a májnak. A citromos vizet felturbózhatjuk tiszta 100%-os tőzegáfonya, fekete áfonya, gránátalma és homoktövislével, reszelt gyömbérrel vagy gyömbérporral, és adhatunk hozzá almaecetet is, ezzel téve változatossá az ízét. A citromos víz a limonádé legeslegfontosabb pozitív élettani hatása, hogy képes oldani a zsírt a májban. Ez azért lényeges, mert a magas szénhidráttartalmú diéta következtében szinte minden embernél kimutatható bizonyos mértékű májzsír, májelzsírosodás, ami a máj funkcióinak a gyengülésével jár. A citrom hatóanyagainak hatására megnő a glutatión szintje is, a glutatión testünk egyik erős saját antioxidánsa, és komoly szerepe van a májsejtek védelmében. A májzsír oldását segíti még a kolin, az articsóka, az alacsony szénhidráttartalmú diéták, a zöld leveles zöldségek, az erjesztett zöldségek és a böjtölés. A második szintén igen fontos hatása, hogy képes serkenteni az epesav termelődését, ami azt jelenti, hogy hatékonyabbá teszi a máj és az epe működését, így hatékonyabbá válik a zsírfeldolgozás, a zsírban oldódó vitaminok és tápanyagok hasznosulása. Ide tartozik az is, hogy ezáltal a májból a felesleges koleszterin hatékonyabban távozik, illetve májvédő hatásokkal is bír. A májunkat megtámogathatjuk máriatövissel, articsókával, tiszta méhpempővel, klorella algával, zöldszínű leveles zöldségekkel, magas természetes E-vitamin tartalmú ételekkel és kurkuminnal is. A citromos víz képes meghosszabbítani a barátságos bélbaktériumok életét, tehát javít a mikrobiomunk állapotán. Ez a hatás ugye erősebb immunrendszert és jobb emésztést eredményez hosszú távon. A citromban lévő vegyületek kapcsolódni tudnak az oxalátokhoz, ezzel pedig csökkenteni tudja a vesekő kialakulásának esélyeit, ami rendkívül hasznos olyanoknak, akik ugye veseképződésre hajlamosak. Ide kapcsolódik a köszvény is, ahol a háttérben ugye szintén kövek, kristályok állnak. Köszvény esetén enyhíti a tüneteket és gátolhatja a rosszabbodását. Ha közvetlenül citromból készítjük, napi 2-3 citrommal hatékonyan pótolni tudjuk a C-vitamin igényünket. A bolti citromlevek többsége ugye hőnek van kitéve, pasztörizálják, melynek következtében nem igazán marad C-vitamin a végső citromlében. Nagy valószínűséggel alacsony a C-vitamin szintünk, ha vérzik a fogunk fogmosáskor, ha gyakran vagyunk fáradtak és gyengék, ugye az izmaink, ha visszereink vannak, vagy ha mondjuk rozaceánk van. A citrom tartalmaz jó néhány hatékony flavonoid vegyületet, amelyek komoly támogatást adhatnak, leginkább az ereket érintő problémák esetén. Ilyenek az aranyér, a viszerek, a pókerek, a pangó vérkeringés vagy a sebek. Flavonoidjai daganatellenes, baktérium és vírus ellenes hatásokkal is bírnak. És végül, de nem utolsó sorban, a citrom egyes polifenol vegyületei képesek csökkenteni az inzulinrezisztenciát, ez pedig közvetett módon hozzájárul a hatékonyabb fogyáshoz is. A citromlét, a limonádét nagyon jó napi szinten fogyasztani kandida diéta alatt, ha magas vérnyomásunk van, pajzsmirigy problémák esetén, a legtöbb autoimmun betegség alatt és bélgyulladásos állapotoknál is. Ihatjuk a böjt alatt és nem szakítja meg a böjtöt. A citromlé, a limonádé bár savas, a szervezetünkben átalakulva lúgosító hatást fejt ki, ezért hasznos mindenféle túlsavasodási problémáknál, ilyen a már említett köszvény is. A citrom és a lime nagyjából ugyanazokat a tápanyagokat, hatóanyagokat tartalmazzák. A C-vitaminon túl jelentősebb a B-vitamin, a kálcium, vas, magnézium, kálium és cink tartalmuk. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedved és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.